Reggeli Monitor. A Fitch Ratings leminősítette az amerikai adós besorolást. Milyen hatása van ennek az Egyesült Államok gazdaságára? Ez egy nem várt lépés volt, bár igazából a gyökere azért már látszott ennek az elmúlt hetekben, hogy valamilyen ilyen lépés esetleg jöhet. A Fitchnél már negatív volt az adósságminősítés kilátása. Lehetnek azonnali hatások, és lehetnek hosszabb távú változások ennek hatására. Egyrészt azt gondolom, hogy azért az amerikai államadósság visszafizetését nem fenyegeti veszély, de mindenképpen egyfajta jelzés arra, hogy az adósságpályával foglalkozni kell. Azt érdemes tudni, hogy az amerikai költségvetési hiány a tavalyi 3,7% helyett idén 6,3% lett a Fitch szerint, és ennek van több oka, egyrészt a jó néhány ilyen kiadási program, beruházás támogatások, illetve van egy jelentősen megnövekedett kamatteher, hiszen egy történelmi mértékű kamatemelésnek lehetünk tanulni az Egyesült Államokban is. Tehát ezen két tényező miatt az amerikai adósság szintje jelentősen megemelkedett, és egyébként a deficit szintje is megnőtt. Ez egyfajta ilyen felszólítás vagy figyelmeztetés, hogy ezt a pályát így ne tartsa, vagy ne ezen a pályán mozogjon az amerikai költségvetés. Azt gondolom, hogy rövid távú reakció a kormány részéről nem lesz, sőt, jelen pénzügyminiszter azt mondta, hogy szerinte a Fitch régi számokból dolgozik, a problémák még a Trump országban keletkeztek, hát ugye ez tipikus ilyen reakció. Ezzel jut a piacok azért negatívan kezdenek reagálni erre. A részvénypiacon, hát most a felvétel időpontjában, vagy a beszélgetés időpontjában van egy ilyen 40 pontos csökkenés az S&P 500 indexben, némileg emelkedtek a hozamok, és a dollár pedig nagyjából változatlan, tehát van némi reakció, de nem olyan mértékű, mint amilyen például volt 2011-ben, amikor szintén volt egy ilyen lépés. Ettől az intézkedéstől eltekintve Amerika még jó adósnak számít? Abszolút. Egyébként érdekes azért, hogy a 3-as minősítés így már nincsen meg az amerikai államadósságot tekintve, hiszen a 3 nagy hitelminősítőből 2-nél AA pluszon helyezkedik el az USA, a Moody's az egyetlen, akinél még 3-as a minősítés. Ezzel együtt reálisan nem gondolja a piac azt, hogy az amerikai államadósság ne kerülne visszafizetésre. Ami a problémát okozza a befektetői fejekben, az, amit gyakorlatilag minden évben eljátszanak az amerikai politikusok, megy ez a húzavonal az adósságlimit megemeléséről. Olyan szinten, hogy sokszor már a nem fizetést is belengetik egyesek, nyilván nem annyira komolyan, de azért ez, hogy megjelenik a kommunikációban, az nem egy jó dolog. A fejlett országok között szinte példa nélkül az amerikai államadósságnak van egy nominális fix limitje, amelyet, ahogy nő a nominális GDP, ugye egyre nagyobb a gazdaság dollárban mérve, mindig meg kéne emelni. Máshol nincs ilyen. Ez viszont mindig egy ilyen politikai revolverezésre ad lehetőséget, és a Fitchnek az egyik problémája ez pont az, hogy ez a fajta politikai adókapok szembenállás a hosszú távú fenntarthatóságot tekintve kételyeket ébreszt a befektetőkben. Ezzel együtt a Fitch sem gondolja, hogy ne lenne visszafizetve az amerikai államadósság, inkább csak felhívta a figyelmet a kockázatokra. Említette a beruházásokat. Milyen beruházásokról van most szó? Merre indul vagy merre indult az amerikai kormányzat? A Biden adminisztráció számára nagyon fontos Amerika újraiparosítása, főleg azokban a stratégiai szektorokban, amelyekkel kapcsolatban erős a kínai verseny, a stratégiai versengés a két ország között. Magyarul az elektronikai iparban nem akarnak akkora ázsiai, pláne ezen belül kínai kitettséget, mint amit korábban az USA gazdasága kénytelen volt elviselni. Tehát egy majdnem $60 milliárd támogatási program zajlik. Igen sok félvezető gyár épül az Egyesült Államokban, amelyhez az állam egy jelentős támogatást nyújt. Aztán például az elektromos autók beruházási programját is támogatja az amerikai kormány, nagy akugyárak épülnek. Ez a fajta iparosítási program zajlik, ami egy beruházási irány ilyen szempontból szerintem pozitív, de az kétségtelen, hogy ez a költségvetés rányomja a bélyegét. De hát ezen túl még volt más kiadási probléma is, mint említettem a megnövekedett kamatkiadásokat. Ez legalább akkora gondot jelent a deficitet tekintve, mint a költségvetés kiadásnak az elszállása. Ez akkor azt jelenti, hogy megpróbálják ezeket az iparágakat, tehát a félvezetőgyártást, illetve az elektromos autógyártást ott tartani a földrészen, vagy az országban? Inkább áttelepíteni, tehát az látszik, hogy a félvezetőgyártásnak különböző technológiai, hatékonysági okok miatt Ázsiában van a központja, ismerjük a tajvani-kínai konfliktust, adott esetben lehet, hogy ebből egy fegyveres probléma is elképzelhető, és Amerika számára egy nemzetbiztonsági kockázat, hogyha Ázsiában állítják el a csipek nagy részét, tehát ezt az iparágat szeretnék jelentős részben visszatelepíteni Amerikában. Nyilván ez magasabb költségen megy, ezért kell a beruházásokat támogatni. Az elektromos autóiparban a Teslát leszámítva azért eléggé le vannak maradva az amerikai gyártók, főleg az akkutechnológiában, hogy az akku az alapvetően egy ázsiai know-how-t jelent jelen pillanatban, kínaiak, koreaiak, japánok a vezetői ennek a szektornak. A kínaiakat nem, vagy nem annyira, de a dél-koreai és a japán gyártókat szeretné Amerikába csábítani a Biden adminisztráció. Egyébként ebben tettek is komoly lépéseket, tényleg ilyen 10 milliárdos nagyságrendben épülnek járak Amerikában, tehát ez a program is zajlik. Azt gondolom, hogy ez sokkal jobb irány ez a beruházás támogató, beruházás ösztönző program, mint amikor szintén szociális segélyekre költik a költségvetési forrásokat, hiszen ezzel beruházási kapacitás keletkezik, munkahelyek keletkeznek, stb. De az kétségtelen, hogy most rövid távon van ennek egy negatív deficit hatása is. A hadipar legendásan húzóágazatnak számított az Egyesült Államokban, ez most is így van? A jelentősége azért csökkent az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor pont a Kínával folytott stratégiai versengés miatt ez a terület, ahol növekvő költés várható a következő években. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Ukrajnának ugye megy egy viszonylag jelentős támogatás, bár az amerikai GDP éves szinten a 0,2%-át éri el, tehát önmagában nem okozza a deficitnek a nagyobbik részét. Nyilván ez egy tétel azért, de összességében a védelmi katonai kiadások növekedése várható, de legalábbis jobban fog ez nőni a következő években, mint a költségvetés egésze. A hitelminősítőket hogy kell elképzelni? Nagy elemző csapatok, akik megkapják a megfelelő adatokat, és ennek függvényében hozzák meg a megfelelő döntéseket? Igen, és azt hozzá kell tenni, hogy ezek az elemzések, ezek a döntések azért eléggé lassan születnek meg. Tehát azok a problémák, amelyekről a Fitch beszélt a tegnap esti közleményben, azok azért már a piac számára ismertek. Gyakorlatilag másfél-két éve. Nagyon nagy újdonságot ez nem jelentett. Ami igazából talán a probléma az az, hogy az amerikai államadósság 3 nagy minősítőjéből most már 2-nél elvesztett a legmagasabb, legjobb minősítést az amerikai állam, és lehet, hogy emiatt lesznek a kötvénypiacon például eladók. Ezzel együtt szerintem az amerikai dollárnak sok szempontból még nincs alternatívája, de biztos, hogy a hitelminősítőknek a lépése az egy fajsúlyos lépés, még akkor is, hogyha általában nem a hitelminősítők azok, akiktől megtudjuk azt, hogy egy ország gazdasága bajban van, ők azért eléggé a sor végén állnak, vagy későn reagálnak. Az euróhoz képest érzékelhető valamilyen elmozdulás a dollár kurzusában? Érdemi nem volt, és ez szerintem annak is köszönhető, hogy az eurozónának is megvannak a saját maga problémái. Ez a nyári lassulás, amelyet a különböző makroindikátorok jeleznek, ez egyre markánsabb és érezhetőbb, például az iparban, de most már a szolgáltatásokban is. Nem lehet azt mondani, hogy az eurozóna sokkal jobb helyzetben lenne. A költségvetés tekintve feszesebb jelen pillanatban. 6,3%-os amerikai hiány az európai mércével azért magasnak számítana, de ezzel együtt Európának is megvannak a maga problémái, tehát igazából nincsen, ebben nem volt egy elmozdulás, de egy dolgot azért érdemes kiemelni, hogy ezek a hatások sokszor nem azonnal következnek be. 2011. augusztusában, akkor az S&P vágta le az amerikai államadósságot 3-ról AA pluszra, és akkor abból egy tartós részvénypiaci gyengeség következett be, alapvetően egy negatív tőkepiaci hangulat uralta a világot az ezt követő 2-3 hónapban, tehát lehet, hogy nem az első nap, vagy talán nem az első pár órában fogjuk látni a tényleges hosszabb távú hatásokat.